Nincs olyan feladat, ami alul mi elszaladnánk, de innen szeretném megköszönni az Országos Vadászkamara elnökségének, hogy elhitte és bizott bennünk, és hit már Bereg megyében, hit Természetesen én is hittem és bíztam benne, hogy a kollégáimmal, a kutyásbarátaimmal ezt meg tudjuk rendezni. Higgyétek el, hogy ez nem egy különös történet részemre, hozzászoktam már maga a kihívásokhoz, különösen azokhoz a rendezvényekhez, ahol vadászok és kutyások vannak jelen. Egyszerű a történet: mindenkire olyan kabátot kell adni, amiben jó érzi magát, és nem szűkre, nem nagyra, hanem pont beleillik és jó érzi magát benne. Nem vagyunk mi olyan túl sokan, kutyás barátaim mind önként jelenkeztek, a kollégák meg természetesen ők a munkakörét látják el. Most a második rendezvényünkön vagyunk túl. Természetesen az uniós elnökség alatt a fő igazgatók három napon keresztül itt üléseztek, itt tartották a konferenciájukat. Most a három napban a Vizsla főversenyt és a következő hétvégén 24-25-26-án pedig egy trófeamustrát fogunk rendezni egy megyei vadásznap keretében, ahol természetesen megint a a fő attrakció a német kutyások, nemzetközi szervezetének és elnökségének a vizsgája lesz higgyétek el, hogy soha nincs tervem. Minden nap, hogyha fölébredek, akkor tudom azt, hogy mi a mai napnak a feladata, és ezt el kell végezni, és ha az ember elvégezt, annak előbb-utóbb eredménye lesz. Nekem fontosak a vadásztársadalom, fontosak a kutyások. Én úgy hiszem, hogy valakinek föl kell emelni az ászlót, hogy felsorakozzanak mögé. Ezt teszem én, úgy hiszem, hogy a csapatunk és a barátságunk erős.